A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, ez a kezdőkör a Fehérvár Televízió, a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsora, amikor mindig a hét eseményeit beszéljük át. A hét az nagyon sok eseményt hoz, és olykor héttel végződik, héttel kezdődik, és ez most már csak azért mondom, hogy kaján mosolja, mert itt van a stúdióban Farkas Szilárd, akiről talán így a műsor révén is sokan tudják, hogy Manchester United fanatikus, fantasztikus. Körülbelül úgy beszélek, ahogy a csapatod játszott a hétvégén szurkolója. Mellette Beke Zsombor, a Fehér megyei Hírlap Feol újságírója, és Mátai Balázs, a Média 24 sportszerkesztője, sportújságíró kolléga. Szóval nem fehérvári történés ez, de gyakorlatilag szerintem az egész világon meg Európában erről beszéltek, és amikor aki nézi ezt a műsort, tudja, hogy elég sokszor szóba került itt már a Manchester United mindenféle történések kapcsán, meg hogy vannak tényleg szurkoló kollégák. Sajnos Kaiser Tomi valamiért ma nem ért rá, hogy ide jöjjön és beszéljen, mert ő a legnagyobb hangú közülük. De hát aztán úgy történt, ahogy történt. Egyébként ezt a műsort mindig így az adásnap délelőttjén szoktuk rögzíteni, egész órakor kezdődik a felvétel, de most egész óra 07-kor érkezett meg Farkas Szilárd. Szerintem ezzel is tisztelgett a hétvégi eredménynek. Hát nem tudom, hogy élted meg. Azért az, hogy ilyen szintű csapat, ráadásul a United szurkolók számára azért tényleg a legnagyobb ellenféltől, tehát ez tényleg a Fradi-Újpest viszonylathoz hasonlítható, ami a szurkolók érzelmi beállítottságát illeti. Tulajdonképpen elég jól tartottátok magatokat. Tehát a második fél időben csak 6-ot kaptatok, ami azt mutatja, hogy az elsőben ez egy teljesen kiegyensúlyozott mérkőzés volt, és egyszer egy magyar edző azt mondta, hogy a mérkőzést a gólok nélkül kell értékelni, hát anélkül meg 0-0. Nagyon, nagyon jó volt, hogy így kezdted, hogy körülbelül a Fradi-Újpesthez kell ezt hasonlítani, hiszen hát nem nagyon sokkal áll jobban most a Liverpool, mint az Újpest, ugye, a két bajnokságot nézve. Hát ez a vereség, a Liverpoolnak győzelem, ugye a Liverpoolnak ez a meccs sokkal többet számított szerintem, mint nekünk. Én azért abban az illúzióban nem ringattam magunkat, hogy majd megnyerjük mostantól az összes mérkőzést, aztán jó Isten is úgy akarja, bajnokok leszünk, biztos, hogy vesztettünk volna egyet. Teljesen mindegy, hogy ez volt az, vagy egy másik mérkőzés abból a szempontból, hogy mindegyik 3 pontot ér. Megmondom őszintén, hogy csak 2-0-ig láttam a mérkőzést, aztán el kellett indulni haza. És még reménykedtél, nem? Hogy most te nem nézed, és innentől jó. Nem, még az is, még útközben még apósom fölhívott, mondom, félre is álltam. Szia, 3-0, mondom, nagyon jó, majd hívjál 4-0 is, és akkor így váltunk el. Mivel nem hívott, én azt hittem, abban tudatban voltam, hogy akkor 3-0, de hát jó, hát ki lehet kapni. Milyen sokat beszélgethetek volna. Igen, nagyon sokszor hívhatott volna, lehet, hogy olyan gyorsan jöttek a gólok, hogy nincs a világon, mire fölhívott volna, inkább azt mondja, megvárja mindegy, aztán mondta, hogy nem akart szomorítani vele. Hát azért azt gondolom, hogy nagyon nagy vonalú vagy egyébként, és ez egy szép tulajdonság, de amikor azt mondod, hogy hát ez mindegy, hogy melyik meccsen kapunk ki, meg mindegy, hogy kitől végül is, nem hiszem, hogy van United szurkoló, akinek a Liverpooltól kapni 7 gólt az ugyanaz, mint akár 2-3-at, vagy még többet kapni más csapattól. Tehát azért ezt is egyébként jelzem finoman, hogy van azért a médiacentrumnak ebben a párosításban a másik csapathoz húzó kollégája is. Nem tudom, hogy ez a kis kedves meglepetést, amellyel Bauer Tibi adáskiadó kollégán készült Szilárdnak, Tibi ellenben Liverpool szurkoló, meg tudjuk-e? Na most nézzél hátra! Új hátteret készítettünk erre. Akkor az estére. Most Jamie Carragher-nek érzem magam, én is nagy szakértőnek, ugye? Igen, hát Tibi ezzel fogadott, hogy nagyon szabad szép idejében alkotott egy ilyet. Tehát a Liverpool szurkolók szerintem azóta is egyébként a föld felett járnak egy kicsivel. Amúgy érdekes a dolog, mert ugye mondják ezt a nagy Liverpool-Manchester rivalizálást. Szerintem mi
annyira nem, nincs benne egy magyar ember ebbe az egészbe. Én 98 óta drukkolok teljes messzélességgel a Unitednak, és viszont amikor a Liverpool jól szerepelt, ugye a 2000-es évek elején, amikor Michael Owen aranylabdát kapott, én a Liverpoolnak is tudtam szurkolni, mert egyszerűen nincs meg ez a meccseken megvolt, de valahogy mégse jön át az a nagyon nagy ellenségeskedés, mint például mondom azt, hogy az Arsenal ellen, akiket egyáltalán nem a Chelsea ellen, akiket úgy mondom, jó van valakik. A Manchester City, mondom, jé, van egy másik csapat, így a 2000-es évek közepén van egy másik Manchester is. Tehát nekem ez a Liverpool háború, ez annyira valahogy így nem jött át. Ez érdekes. Nyilván olyan szempontból érdekes, hogy azért valóban Sir Alex Ferguson érájában hozzászokhattunk, hogy egyrészt ugye a Liverpool az alatt a 20-valány év alatt nem nyert semmit, mármint Angliában, azért Bajnokok Ligája leesett nekik is, emlékezetes körülmények között, viszont amióta nincs Ferguson, azóta a liverpooliak megtanulták kiélvezni, hogy fordult a kocka, mert ha ők nem is nyernek annyi címet, mint a United, de az utóbbi években, mióta a Manchester kicsit saját paródiaként próbál ismét rátalálni a régi útra, azért inkább a Liverpoolnak jutott a dicsőségből. Igen, és még egy dolog, hogy köszönöm szépen Tibi ezt a remek hátteret, és valami hasonló történt, ugye, ahol olvastuk a Manchester United öltözőjében is, mert Ten Hag leültette a csapatot, és a következő nap vagy valamikor, és meg kellett nézniük, hogy hogyan ünnepeltek, és hogyan örültek szurkolókkal együtt a Liverpooliak. Ez is egyfajta pszichológiai lehet, hogy valaki tanítás azt mondta, volt. Valaki ott is azt mondta, nem érdekes, ha az Arzenától kaptunk volna ki, mégis a Liverpool-a nincs komoly baj. Hát, jó, nyilván én vagyok a játék, hogy biztos nagyobb ennyi kaptam volna, hogyha... Kapott azért ennyiben ennyit is a csapatról, jól olvastam. Nem volt szép, de egyszerűen erre inkább nem kell mit mondani. Én is úgy vagyok vele, hogy erre nem mondjunk semmit, lapozzunk, aztán ilyen többet ne legyen, mert akkor aztán már nem csak ennyiben ennyi. De a vérszívás az ilyenkor nyilván azért hozzátartozik. Nekem a munkahelyi kollektíván, baráti társaságon belül. Ez már nyilván a fiúk is hozzá tudnak szólni, mert ha nem is vagytok érzelmileg érintettek, de mindenki ismer valakit, akiről tudja, hogy mennyire szereti, és mennyire várja, és mennyire fanatikus, vagy egy győzelem esetén milyen nagy szája van. Úgyhogy a sportlélektan az is hozzátartozik, hogy néha a vesztesnek nagyon csöndben kell maradni. Igen, én nagyon csöndben is maradtam, mondjuk van egy kis önkritikám is, tehát ezen az teljesítményen tényleg már csak röhögni lehet. Úgyhogy nekem az, ami tetszett a legjobban, amikor a trollfocisok írták, hogy Manchesterben vasárnap indult a hét. Úgyhogy ez nagyon tetszett nekem. Igen, és véget is ért. Igen. Szóval érdekes dolog ez a sportban, valószínűleg kevesen számítanak ilyen szintű csapatok kiélezett rangadónak várt mérkőzésén ekkora különbségre, és nyilván most, hogyha felidéznénk, tudnánk a közelebbi saját csapataink közül is mondani, akár pozitív, akár negatív értelemben ilyen példát, mert annál nagyobb trauma, mint amikor tényleg agyonverik a csapatodat, és ez már tényleg a szurkolás lélektanához tartozik, az nem nagyon lehet egy sportolónak, illetve egy szurkolónak. Én azt gondolom, hogy ez a meccs az olyan volt, mint amikor a kisgyerek, akit sok keserűség ért az iskolába vagy az oviba az elmúlt időszakban, de egyébként jó képességű gyerek, hirtelen rátalál a helyes útra, és talál valamit, amivel most ő lehet az okos, ő lehet az ügyes végre ismét, és ezt most kiélvezte a Liverpool, ezt a helyzetet a Manchester United-del szemben, és amit lehetett, csak lealázta, amennyire csak lehetett. Mindazonáltal én azt gondolom, hogy összességében véve, ha az egész bajnoki szezont nézzük, meg a mostani futball közeget Angliában, akkor azért a Unitednak van oka örülni, mert hosszú évek után először látszik némi koncepció abban, amit Ten Hag felépített ott. És bár a Barca ellen is nekem nagyon, hát hogy mondjam, nem volt annyira stabil a történet, meg annyira nagy fölény, meg egyéb, tehát ott bármi lehetett volna, ha, de ugye a sportban, a fociban, ha nem játszik. Szóval a Manchesterrel szerintem egy picikét úgy kezdett elszaladni fejben a ló egy-két embernél, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy hát jó, Liverpool, meg Manchester, óriási rivalizálás van közöttünk, de most ezt mi azért valahogy megpróbáljuk behúzni. Hát erre jött a pofon. Ugye az első fél idő végéig nem volt gond, különösebben aztán jött az első gól, aztán a második fél időben úgy jött a henger, hogy az összefoglalót nézve is így kapkodtam a fejem, hogy hát ennek a lélektan egyébként valóban a játékosok szempontjából érdekes, és sokat beszéltünk meg, majd fogunk is a fehérvári foci csapatról, amikor egy kudarc sorozat van, nyilván úgy kikezdi az önbizalmat, hogy ott már a könnyebbnek tűnt mérkőzés is kínszenvedés tud lenni.
Ennek a másik véglete viszont az, hogy talán a mutatott teljesítményhez, meg a valós érdemekhez képest jobb eredmények esetleg túlzottan kényelmessé tehettek egy csapatot. Ten Hag azt mondta, hogy a második fél időben gyakorlatilag nem volt csapat a United, amely nagyon régen találkozott olyan helyzettel, hogy mondjuk két gólos hátrányból inkább az volt a jellemző, hogy ha nem is volt jobb az ellenfelénél, de megszerezte azt a gólt, amivel aztán ő volt nyerekben. És ilyenkor szembesülni vele, hogy lehet, hogy mégsem tudsz annyit, amennyit képzeltél magadról egy adott pillanatban. Ráadásul ezt azért tényleg úgy, hogy a felmosóvödörbe belenyomják a fejedet, úgy nyomatékosítják. Ezt nagyon nehéz lehet feldolgozni. Én azt látom, hogy gyakorlatilag lézengtek a pályán. Hát jobb csapatok ellen sem szabad ilyen eredményt mutatni, pláne egy olyan csapat ellen, ami nagy csapat, de most nem jó, mint a United, sőt lényegesen rosszabb ugye a teljesítmény alapján a Liverpool. Viszont a Barcelona ellen sem ijedtünk, meg arra én is azt mondom, hogy az egy kiki mérkőzés volt, de ez a Barcelona sem az a Barcelona, akit mi megszoktunk, még akkor is annyival vezeti a spanyol bajnokságot, mint amennyivel. Az Arsenal ellen is éppen, hogy csak kikaptunk 3-2-re, szóval itt nem az van, hogy most mi lézettünk a pályán, és akkor hopp, jött egy nagy csapat, majd nem készülünk fel, vagy egy nagy csapat, akit lenézünk azért, mert most a tabella közepén kullog. Szóval itt tényleg, ahogy te is mondtad, valószínűleg itt fejben egy kicsit elcsúsztak a dolgok, de csak a második fél időben, és ez volt az érdekes, hogy a Liverpool megérzett valamit, a United meg azt mondta, hogy hát akkor majd valami lesz, aztán valami egyébként lesz. Egyébként szimpatikus lesz. Csapat a United, nekem mindig is az volt. Ezen most jó megigazdalt hát 90 hány óta szimpatizálsz velük. De én amikor kint voltam a Vidi Manchester UEFA Kupa meccsen, és 11-esek ugye tovább jutott a Vidi, nekem azóta a kedvenc angol csapatom a United. Valahogy a szimpatikus vesztes volt akkor számomra, amelyik egyébként 8-0-ra megverhette volna azt a Vidit, ha minden összeáll, mert emlékszem az angliai meccsen ott brutálisan benyomta a Vidit a United, és tényleg csak... Nem verhette volna meg 8-0-ra, és annak úgy kellett történnie egyébként. Ez az is volt megírva. Tehát az már egy jó csapat volt akkor, azért gondoljunk, milyen játékosok játszottak. Aki akkor már ott volt, mint Balázs is, és azért tehát a szimpatikus vesztes jelző szerkezetből a vesztes az, ami igazából nagyon nehezen viselték nehezen, azt akkoriban, azt azért tegyük hozzá. Tényleg jött minden a zsóstói mocsártól kezdve a pálya ramatja állapotáig, meg hogy az ellenfél hogy képzelte, hogy csak védekezni akart, meg stb. De hát tényleg szeretjük a Unitedot, mert nem okozott még problémát soha a Vidinek. Ellentétben a Vasassal, meg az összes többi magyar csapattal, mert akkor szépen át is köthetünk rá, hogy azért volt itt olyan mérkőzés, amelyet ugye az előző adásban egy héttel ezelőtt rendesen felvezettünk, kicsit elemezgettük itt szurkolókkal, RBD-sekkel is, hogy milyen alapállásból vág neki a csapat és a szurkolók ennek a meccsnek. Ha valamit utálok, az tényleg az, amikor sorsdöntőnek neveznek egy, nem tudom, 22. fordulóban zajló mérkőzést, ami után még van 10 másik. De nagyon úgy tűnt, hogy ezért ez a Vidihez hozzáállók hozzáállását átbillentheti, ha netán nem úgy sikerül, ahogy mindenki szerette volna. Hát őszintén szóval egy borzasztóan rossz meccs volt, és nem egy nagy játékkal, de meglett a győzelem. Talán a legnagyobb hozama tényleg az lehet, hogy egyrészt a játékosok valamelyest kijönnek az önbizalom hiányból, másrészt pedig még most akkor egy ideig nem kell azzal szembesülniük, hogy a szurkolók dörgölik a fejüket a mosogató vödörbe, ha már az előbb ezt a hasonlatot használtam. De nem tudom, hogy ti hogy néztétek. Én bevallom, ha nem is rágörcsölve, de a végén, amikor meg lett nagy nehezen a győzelem, egyébként körülbelül annyi hasonlóság van a Vidi és a Liverpool között, hogy mind a kettő annyi gólt lőtt, ahányszor kapura lőtt nagyjából a mérkőzésen, csak a Vidinek ez kettő is elég volt. Szóval nem volt ez egy lehengerlő győzelem, de most azért nagyon, nagyon sokat érhet. Szerintem botrányosan rossz mérkőzés volt, tehát hogy és akkor hazaértem a Sóstorról, és pont még ment a köztévének ugye a kibeszélő műsor, és ott volt, hogy 9-9 gólszerzési lehetőség volt mindkét csapatnak. No, a szezonban? Igen, én is néztem, hogy aki belépett a 16-osra, vagy elgurult a labda a kapusig, az gólszerzési lehetőség volt. Tehát tényleg a gólokon kívül a két kapusnak gyakorlatilag semmilyen dolga nem volt, és nagyon rég volt így, nagyon régen ültem élőben kint a Sóston úgy egy meccset végig, hogy kicsit untam. Megmondom őszintén, meg hogy borzadva néztem, hogy úristen, hogy semmi nem történik a pályán. Tehát gyömöszölték egymást a csapatok a mezőnyben, már amikor azt legalább, de hogy tényleg semmi játék, és ez így nagyon rossz. Persze örülni kell a három pontnak, mert ez úgy kezd, mint egy falat kenyér,
de ettől a probléma még valószínűleg nem oldódik meg. Sőt, hát biztos van, aki úgy nézi ezt a dolgot, hogy ha nem sikerült volna nyerni, akkor biztos, hogy történik valami, ami ugye okozhat egy kis földindulást. Más kérdés, hogy ez se garancia semmire. Nyilván akkor jó ez, hogyha ha most ebből kiindulva tényleg felfelé szálló ágba kerül a csapat, és nem ez lesz a kivétel, de amiről szintén sokat beszéltünk már, a játék minősége, főleg egy Molfehérvárhoz képest, főleg az elvárásokhoz képest, vagy akár az elmúlt, hát nem az elmúlt egy-két, inkább néhány évvel korábbiakhoz képest, azért nagyon-nagyon messze van attól, amiben igazán reménykedni lehet. Nagyon-nagyon gyenge volt ez a mérkőzés, tényleg egyetértek a Zsombival. És abban is bárkivel egyetértek, aki most ott a televízió készülék másik oldalán, azt mondja, hogy katasztrófa. Tényleg a játék az nem tudom. Tehát láttam néhány játékost, akik tényleg igyekeztek, próbáltak küzdeni legalább, ami ugye alap lenne, 0-0, és akkor ott kezdtünk, hogy piszkos lesz a mezünk a meccs végére. Itt legalább 4-5 játékosnál most ezt legalább lehetett látni. Nem mindenkinél továbbra sem. Én például nagyra tartom Kodrót, mert ha elsül a lába és jól helyezkedik, akkor berúgja a helyzeteit, de az ő mezét sem látom soha piszkosnak. Nem, mintha neki elsődlegesen ez lenne a feladata, de valamilyen tekintetben neki is most példát kéne mutatnia, hogy azért nem csak arra a labdára megyek oda, amit a lábamra tesznek, oda csúszok néha, ha visszamegyek védekezni, akkor ne az legyen, hogy eladom a labdát az ellenfélnek, és rólam rúgnak gólt, mert volt ilyen is, mondjuk nem ezen a meccsen, de korábbiakon. Tehát itt azért nagy gondok vannak fejben, én azt látom elsődlegesen, és ez, hogy egy csapat, amelyiknek a keretében tényleg múltkor megszámoltam, van 15 válogatott játékos összesen, felnőtt válogatott játékos, magyar, román, zöldfoki szigetek és a többi, tehát lehetne sorolni. Tehát az a keret, az nekem nem mondja senki, hogy ebben a magyar NB1-ben nem alkalmas arra, hogy odaérjen a dobogóra. Persze. Főleg úgy, hogy az ellenfelek is elő mindent elkövetnek, mintha gyere már Vidi utánunk, hát nem igaz, hogy nem tudsz már, hát mindent elkövetünk, de nem, és a játék alapján azt mondom, hogy én most nagyon csodálkoznék, ha ismét a Bognárról a kispadon a támadó focit játszó Paks ellen ezt a meccset le tudnánk hozni Pakson úgy, hogy nem kap ki a Vidi, csodálkoznék, de örülnék annak, most örülnék annak az egy pontnak tényleg, és utána a Honvédot valahogy megverni, hogy úgy menjünk a válogatott szünetre majd, hogy a csapat tényleg nem azt látjuk, hogy na, ha most nem nyerünk, akkor kieső helyen van a Vidi 20 nem tudom hány év után először, hanem tényleg lehet egy kicsit előre is nézni, mert még mindig az van, hogy 8 pontra van a dobogó. Még mindig. Hát az és a van pontos 11 helyzet, igen, forduló hátra. Az ötödik helyen álló Puskás Akadémiától van 6 pontra a Módfehérvár, ami 2 győzelem. Csak valóban azt látjuk, hogy ez inkább a mezőny kritikája. Tehát a Puskás Abszolút. Akadémia is a saját lehetőségei. Károly nincs itt Krisztián, ő nagyon szereti őket. Német Krisztián kollégám. Tehát, hogy a saját lehetőségeihez képest ők is rettentően alul teljesítenek. Most kapnak ki a Honvédtól, amelyik ugye a Vidihez hasonló nyögvenyelős, gyenge szezont fut. Tehát ez olyan az egész, hogy valóban a Ferencváros mögötte némi meglepetésre, de nyilván nem érdemtelenül a Kecskemét, szinte már kiemelkedik a mezőnyből. De van egy csapat. Az igen, egy csapat, a Kisvárda harmadik helyen áll úgy, hogy igazából az is bárkitől, bárhol, bármikor képes vereséget szenvedni. Tehát valahol tényleg egy 2-3 jó meccsel nyilván fel lehet-e kerülni a felső pozíciókba. De hogy ehhez mi hiányzik, és milyen rendszer szintű hiba van, most a rendszeren a játékot is, vagy a csapat összeállítását is érdem. Például Kodró, akit te mondtál, én nekem azt mondom, hogy tök mindegy, ne izzadjon meg ne legyen sáros a meze, csak legyen mindig ott, ahonnan akár a combcsontjáról, vagy a férfiasságáról is bepattan a labda, ha adott esetben úgy rúgják szegényt meg. Ehhez képest azt láttam, hogy a vonal mellett megy és szed labdákat, majd középre rúgja, ahol neki kellene lennie. Tehát, hogy minthogyha ez a felépítése a játéknak is olykor akadozna, és ebbe beletartozik az, hogy nem tudott csatárt igazolni igazából a Vidi, bár ha elhangzottak jó nevek, meg visszahoztunk kölcsönből egy tehetséges fiatalt, aki azóta sem tud pályára lépni. Tehát minthogyha minden szinten lennének gondok, hogy egyáltalán hogy lehet előrébb lépni, vagy kilendíteni a csapatot a nehéz helyzetből. Minden akad, mondhatjuk erre, hogy nem csak egy dolog akadozik, hanem sok minden akadozik. Nekem most a Heister játéka volt feltűnő a negatív értelemben. Tehát, hogy már tévéből is figyelve gyenge pontnak tűnt, de most így élőben, a lelátóról nézve
a stopira miért a kispadon ül? Szóval nem értem. Tehát, és a helyszínen látom azt, hogy nem is érdekli. Tehát, hogy elpasszolt, és akkor magyarázott a középső védőnek valamit, hogy ő helyezkedett rosszul, ott a Heister rontott el a dolgot. Valamit tehát, értettek hogy... a Fradi vezetői annak idején, amikor azt mondták, hogy nem kell szervezni. Tehát a Heister is idejött, volt 2-3 bombagolja, aztán ennyit. Tehát az elmúlt egy évben semmit nem rakott le. Ezek azok a dolgok, amiket tényleg csak az öltözön belül lévők tudhatnak, és nyilván nem fognak soha kiadni. Azért Huszti Szabolcs egy-egy nyilatkozata utalt rá, hogy nem mindenkinek a hozzáállásával elégedett. Nyilván vesztes meccs után ez mindig olyan, ha az edző mondja, hogy felmerül, hogy most ő a felelősséget tolja le, a saját hibáját ismeri el, vagy valóban tehetetlen egy ilyen szituációban, mert tényleg nehéz megérteni, hogy ezeket a személyi döntéseket mi indokolja. Inkább az a nagy kérdés, hogy tényleg, ahogy mondta Balázs, ugye most Paksra megy majd a MOL-Fehérvár, hát a Paks tényleg hármasával, négyesével lődözi a gólokat, főleg Bognár György mindenkori regnálása alatt. A Vidi meg kapja, ha nem is ilyen számban, de nem nagyon volt még mérkőzés kapott gól nélkül, amit le tudott hozni a csapat. Úgyhogy némi túlzással akár azt is mondhatjuk, hogy 0-1-ről indulunk, mert az az egy gól, az akár a mi, akár az ő oldalukat nézzük, benne van. És hát ilyenkor van az, hogy tényleg vagy a játék rendszerének, szervezettségének, vagy a lelkiállapotnak, vagy az önbizalomnak olyan helyen kell lenni, ami ezt kompenzálni tudja, még ha rossz is kimondani, hogy egy Vidi úgy megy egy Pakshoz, hogy ja Istenem, hát hogy hozzuk le ezt a meccset. Hát azért az utolsó helyezettet nem árt megverni, ugye említetted is, hogy lehetett volna sorsdöntő ez a mérkőzés, és javítsatok ki, a tévedek, de mintha az előző edzőváltás egy Vasas elleni vereség után következett volna be. Igen. Én nem hiszem, hogy most is bekövetkezett volna az edzőváltás, mert hova. Nem hiszem, hogy lennének most nagyon nagy nevek akárki egyáltalán a kalapba. Ha valami minden kötél szakad, akkor biztos lenne emberke, de... Talán is azt mondom, hogy nem igazából szakember kell most ide a csapathoz, labdarúgó szakember, hanem aki a fejeket rendben aki a fejeket rendben meg az öltözőben rendben tud tartani. Igen. Tehát az, hogy egy négón is azt látom, hogy fele olyan fordulatszámon pörög, mondjuk, mint amikor a válogatottba beállítja a Rossi, és mondjuk fele akkora fordulatszámon pörög, mint a 2-3-4 évvel ezelőtti négó. Stopira sem véletlenül van a kispadon valószínűleg, meg néhány olyan játékos, akiről mi most azt gondoljuk, hogy hát egyébként ott lenne a helyük. De értem valamilyen szinten Husztit, hogy próbál rendet is tartani a csapatnál, de én azt gondolom, hogy nálam még nincs meg az a tekintély eleve alapvetően, ahogy az egész vezetőségnek sem. Tehát én most nem akarom a tulajdonost lebecsmérelni vagy leszólni, de egy ilyen helyzetben egy 0 kilométeres sportigazgatóval, akihoz egy szintén 0,2 kilométeres edzői stábot ide, és az egész szakmai stáb úgy alakul ki, hogy gyakorlatilag itt azért nincsenek nagy rutinos öreg rókák. A mostani feladatokat tekintve, mert Juhász Roland játékosként roppant nagy tudású, roppant nagy tapasztalattal rendelkező játékos volt, 10 éves külföldi karrierrel és a többi, de vezetőként ez egy egész más kávéház. No, bocs, nem akartam beleszólni. Semmi gond. Tovább. Csak annyi, hogy sorsdöntő lehetett volna a mérkőzés. Az, hogy mennyit jelent ez a meccs, kicsit United párhuzam, hogy jelent a Unitednek ugye a vereség bármit, és jelent ez a győzelem majd a Vidinek bármit, vagy folytatódik a rossz széria. Hát nagyon reméljük, hogy az előbbi fog megvalósulni, hogy jelent valamit. Nem szabad az utolsótól kikapni, nem is kaptunk ki az utolsótól, de azért ne dicsérjük agyon a srácokat, egyáltalán ne. Ez az alapvetés kell, hogy legyen, és nem csak 2-1-nek kellett volna lennie, hogyha csak azt nézzük, hogy ki volt az ellenfél. Hát most jön az a szituáció, ami egyébként tényleg nagyon érdekes, és lehet, hogy a fehérvári futball történelem viszonylatában méltatlan, vagy akár azt nézve, hogy most hol kellene állni a csapatnak, de mikor elmegy Paksra a Vidi, úgyhogy utána játszik majd itthon egyébként a Honvéddel és az Újpesttel, tehát itt a bajnokság utolsó harmadában mind a három közvetlen kiesés elleni riválissal itthon játszik a Vidi. Ezt a Vasas ellen már letudta, ugye a hazai mérlege a csapatnak sokkal jobb idegenben, gyakorlatilag eddig szinte csak kikapott, és jön az Újpest, jön a Honvéd, úgyhogy most van az a szituáció, hogy ha már el kell menni Paksra, és ha már el kell menni majd a Fradihoz, nem biztos, hogy nagyon méltatlan lenne azt mondani a Huszti Szabolcsnak, hogy hát akkor betoljuk a buszt. Akkor legyen az, hogy ússzuk meg egy 0-0-a ezt a paksi meccset, védekezzük, dobáljuk be magunkat a labda útjába, vonjunk kettős falat. Nem ezt várja senki nyilván egy MOL Fehérvártól, hogy 0-0-ra játszon Pakson.
De az az egy pont, amit lehet szerezni, ha utána megvan a Honvéd és az Újpest ellen itthon a 3-3, az már gyakorlatilag elég lehet egy betmaradáshoz. Kérdés, hogy ki megye így valaha egy Mol-Fehérvár, nyilván a Chelsea ellen a Stamford Bridge-en ki lehetett így menni, vagy a Sporting ellen adott esetben, bár azoknak hármat lőttünk a sóston, csak hát az ugye más szint volt. Más szint, és azért Pakstra visszatérve, jó, betoljuk a buszt, védekezünk, nyilván kell. Tehát az elején, az első fél órában 6-7 emberre fog a Paks benyomni minket, ebben én egészen biztos vagyok. De azt az első fél órát, első fél időt valahogy megúsznál Vidi kapott gól nélkül. Előbb pedig egy Kastráti meg egy Schön játszik mondjuk, és ők az egy gyors gyerekek, el tudnak lépni, lesz a Vidinek szerintem ott helyzete, nem is egy, nem is kettő. Tehát, hogyha azokkal jól sáfárkodik a Vidi, meg hátul van egy kis Mák, akkor szerintem hozhatók a pontok. Csak hát mi ezt itt lemodellezzük, meg elmondjuk, hogy hogyan lehetne. Most sem lehetne sok helyzet azért. Igen, de azért ott is a Sönnek is volt egy ajtóablak. A Paks is fejnehéz csapat, tehát ők se a jó védekezésükkel nyerik a meccseket. Hát nem tudom, bízzunk akkor a jó kontrákban. Ez olyan szóra, hogy arról beszélünk, hogy legyen hátul Mák, és akkor talán egy Paks ellen, talán egy Paks. És ide jutottunk. És tényleg ez a szomorú, hogy nincs koncepció, nincs az, hogy jól támadnánk, és mondjuk hátul kapunk sokat, de többet lövünk, nincs az, hogy hátul nagyon stabilak vagyunk, és én 1-0-ra behúznánk a meccseket, mert ez sincs. Tehát nem tudunk se nem rendesen védekezni, se nem rendesen támadni, csak úgy vagyunk. És ez talán a szomorú, és lehet, hogy amit itt mondtatok, hogy lehet, hogy úgy kéne idegenbe kimenni, akkor toljuk be a buszt, mert akkor legalább valami lenne. Olyan nagyon sem mondta az úr, egyből majdnem elnevettem magam, hogy akkor majd ő szépen betoljuk a buszt, védekezünk, aztán 0-0. Ja, hogy eddig is ezt kellett volna csinálni, tök egyszerű. Ez a busz is olyan okos néha. Nyilván ez olyan kluboknak lehet a taktikája, amelyek valóban egy adott mezőnyben a kicsik közé tartoznak. És nekik, ha elmegy egy Bournemouth mondjuk az Arsenalhoz, nyilvánvalóan nem fog kinyílni, mint ahogy egyébként nem kell ilyen kis csapatba gondolkozni, mert José Mourinho bajnokok ligáját nyert így az Interrel, hogy Barcelonában nem, hogy a busz, de gyakorlatilag az autóbusz pályaudvart betolta a 16-osra, és nem állt hallott azt mondani, hogy itt így lehet. És aztán megnyerték a bajnokok ligáját, tehát ez sokkal magasabb szinten is előfordul. Én csak azt mondom, hogy ez fejben át kell ráállítani az egész stábot, a játékosokat, hogy most ez a helyzet van, hogy egy Mol-Fehérvárnak Pakson védekeznie kell. Mert ha tudnánk úgy focizni, hogy kimegyünk, tényleg villámgyorsan megfirkáljuk, beadjuk két gól az elején, de kaptunk ki 2-0-ra egyébként Pakson nemrégiben, tehát még az se garancia, mert ha hátul nincs rend, akkor tök mindegy, hogy elől egyébként rúgsz egy gólt. Igen, és az egy tipikus olyan meccs volt tényleg, ez a 0-2 a szezon első meccsén, hogy Vidinek volt amúgy 6-7 szép helyzete, csak nem ment be, még a Paks meg belugta maga. Igen. 5-6 zicseréből azt a kettőt. Na mindegy, hát föl lehet tenni a kérdés persze, hogy kit érdekel ez még, mert hát ez mindig egy ilyen jó demagóg duma, de az a helyzet, hogy egy kicsit még a foci témánál maradva megnéztem a nézőszámokat, és hát jelen pillanatban 2740 a Vidi hazai mérkőzéseinek a nézőszám átlaga. Ez teljesen megfelel, mert hogy két mérkőzés volt eddig összesen a bajnokságban itthon, amikor a 3000-et meghaladta a nézőszám, még az első hazai mérkőzésen a Honvéd ellen, amikor nyilván azért még sokan voltak úgy benne, hogy lássuk. És hát persze a Ferencváros ellen, amikor mindenhol kicsit többen mennek ki, de ezt leszámítva a 3000-et sem éri el, és ez azért... Persze beszéltünk itt, ez is minden relatív, mert Zsombi mondta még adás előtt, hogy az csodálja, hogy ennyien egyáltalán még kimennek. Ez, amikor ment a csapatnak is, ennyi volt a nézőszám, majdnem, vagy jobban ment, inkább úgy fogalmaznék, jobban ment, akkor is majdnem ennyi volt, szóval igazából nem annyira gáz a helyzet. Sokat beszélünk róla, hogy Fehérváron persze mindig van választás, meg nem olyan könnyű nézőket toborozni, mint egy olyan városban, ahol csak egy csapat van, de hát azért a futballnak azért tradicionálisan nagyobb volt a nézettsége korábban. És hát azért az a nagyon érdekes helyzet van, hogyha megnézzük a nézőszám szerinti sorrendet egyébként jelenleg a magyar bajnokságban, akkor azt látjuk, hogy a Ferencvárost, a Debrecent, a Honvéd, az Újpest és a Fehérvár az 5 legnézettebb csapat, ebben persze idegenbeli meccsek is benne vannak. Hát közülük ugye a Honvéd, az Újpest és a Fehérvár masszívan a kiesés elkerüléséért küzd, a Debrecenek most épp volt egy jó sorozata, de őket sem mondanám azért élcsapatnak. Míg alul a nézőszámot tekintve a Kecskemét, a Kisvárda, a Mezőköves, a Paks és a Puskás Akadémia van. Azok a csapatok, amelyek ellenben nemzetközi kupa szereplésért küzdenek, talán itt a Mezőkövesdet leszámítva. Tehát
régi mániám, hogy valami most erősen fordítva van bekötve azért a magyar futballba, mert nem megbántva ezeket a csapatokat, de ha amikor ott, ahol Nyíregyháza NB2-es, a Kisvárda meg abban a régióban 2100 néző előtt NB1-es meccseket játszik, hát nem biztos, hogy ez teljesen jó a magyar futball egészét nézve. De hát ez van, most ezzel kell megbarátkozni, ezt reméljük, hogy jövőre a Vidinek nem a Szombathellyel, a Győrrel, a Nyíregyházával, meg a Péccsel kell vívnia, milyen szép nagy tradíciával. Rendezünk kettős meccseket, jégkoron meg a focit tegyük egybe, egy programba, egy komplexumon belül, majd ott lehet, hogy az új Alba Arénában lehetne még a focit. Ez a 2700 néződik, és a Muki meccse már teljesen jó, felgeteges hát telt. Jövőre is lesz megyei rangadó, csak az NB2-ben a Csákvárra, nem a Puskásra, az NB1-ben. Nagy lenne, igen. Más csapatokról beszélünk majd, igen, de nem rosszabb csapatokról lehet. Nekem tényleg. Nem, hát én bízom benne, hogy ez nem így lesz. Hozzáteszem, én nagyon szeretném, hogyha tényleg újra a haladással, a Győrrel, a Péccsel, a Diós Győrrel az NB1-ben játszhatna a Vidi, mert szerintem azért az lenne az igazán méltó. És szurkolók is vannak néha, hogyha jó meccsek olykor, vannak, olykor, igen. Biztos. Na de ha már előjött a hoki, köszönjük szépen Balázsnak, hogy ezzel az átkötést is megoldotta, hiszen az igazi forró aktualitás, még ha ez jégkoron kapcsán talán kicsit ilyen képzavaros is, ez mégiscsak a hoki csapat, hiszen ugye adásunk napján játssza az első meccsét az Ice League rájátszásában a Volán. Először is gratulálni kell a csapatnak, mert legutóbbi adásunk óta ugye kiharcolta a legrövidebb úton a bejutást a rájátszásba. Szerintem az Asziágó ellen sem feltétlenül bízott benne mindenki, hogy ez két meccsen sikerülhet. A második az nagyon érdekes volt, hiszen egész szezonban panaszkodtunk, hogy nem megy a góllövés, ellenben jó a védekezés. Hát erre játszott egy olyan ökölvívó meccshez hasonló mérkőzést a Volán, amiben a két boxoló, inkább filmekben szokott itt lenni, hogy püföli egymást agyba főbe, mindenféle védekezés nélkül, de hát jól jöttünk ki belőle. Úgyhogy jön az Salzburg, és hát kezdjük azzal, hogy ők választottak minket, ami nem tudom, hogy ki mennyire lepett meg. Hát az alapján, hogy ebben a szezonban négyszer verte az Salzburg a Volánt, az előző bajnoki döntőben szintén négyszer, tehát az utolsó 8 meccsét a két csapatnak az Salzburg nyerte, ezen azért nem lehet csodálkozni. Hát nem, a Salzburg szeret ellenünk játszani. Engem sem lepett meg igazából. Abban reménykedtem, hogy a Bolzano sem szeretne annyit utazni, és ezért nem választ ki minket. És abban pedig én is szinte biztos voltam, hogy ha eljutunk odáig, hogy a Salzburgnak még opció lehet a Volán, akkor ki fogja választani a Volánt. Nem tudom, valahogy itt adás előtt is, hogy itt beszélgettünk, én most valahogy azt érzem, hogy meccset biztos, hogy nyerünk, de még talán a meglepetés is benne van, hogy valahogy kiejthetjük őket, mert az alapszakasz végén a Salzburg sem volt már annyira meggyőző, illetve pont Erdély Csanival beszélgettem a választás előtt még, és azt találtuk, hogy ugye az élesség az itt most nagyon fontos. Ugye mi nekünk most gyakorlatilag már két playoff meccsünk volt az Asiago ellen, ahol muszáj volt pörögni, kellett pörögni, és például a hazai meccsen már a tavaly önmagát idézte a csapat, tehát az olaszoknak esélye nem volt itt a Raktár utcában. És a Salzburg meg, ha azt veszük, egy hete pihen, ami nyilván egy hosszú sorozatnál előny is lehet, de azt veszük, hogy már az alapszakasz vége előtt jó néhány fordulóval biztos volt a playoff nekik, és pihentek egy hetet, ők lehet, hogy kevésbé élesek ebből a szempontból, hogy a ma esti meccs szerintem kulcsa lehet, akár a továbbításnak, akár bárminek. Hozzá kell tenni, ugye, hogy ezúttal is a négy győzelemig tartó párharcban azért nem feltétlenül egy meccs a mérvadó, de most néztem ezt az eredménysort, tehát említettem ezt a 8 meccset, ugye tavaly a döntőben, egy fehérvári szempontból mondom, 1-2-3-5, 1-2-1-3, ezek közt volt hosszabbításos mérkőzés, volt szerintem olyan, ahol... mindegyiknek az utolsó pillanatokban... Volt, ahol bőven meg volt a Volának is a lehetősége, és hát két gól a legnagyobb különbség. Az alapszakaszban idén kicsit nagyobbra nyílt az olló, hiszen kétszer is 4-1-re nyert az Salzburg, egyszer 6-4-re, egyszer 3-1-re, tehát két gól mindig volt a két csapat között, de nyilván ebből sem lehet kizárólag kiindulni. Itt az a nagy kérdés szerintem, hogy tényleg mentálisan hogy tud hozzáállni a csapat ahhoz, hogy egy olyan ellenféle kell játszani, amelynek eddig mindig befelé pattant, mindig jól jött ki a kétes szituációkból, hogy át tud-e ez fordulni? Szóval én azt gondolom, hogy a Salzburg, visszatérve az ellenfélválasztásra, én is úgy gondoltam, le is írtam a Média 24-en ezt előzetesen, hogy valamiért úgy érzem, hogy a Bolzano nem szeretne Fehérvárra jönni.
Nem biztos, hogy azért messze van. Hát tavalyi döntősök, kiszámíthatatlan volt az idei szezonjuk, de jó keretük van, ne kockáztassunk. De abban biztos voltam én is, hogyha a Salzburgnak jut a választás, akkor úgy van vele, hogy 8-ból 8-szor behúztuk, menjünk. És ez nem biztos, hogy nekünk rossz. Mert egy kicsit ők is fejben már úgy vannak vele, hogy jó, hát 8 után akkor a 9-10, az a 4 még valahogy meg lesz. És lehet, hogy ez a mi előnyünk, hogy egyrészt a miénket felpiszkálja az, hogy ti beleválasztottatok minket megint, hogy na, milyen könnyű lesz majd nekünk. Tehát én itt mentálisan látok némi előnyt, legalábbis belelátok egyelőre. Szóval én azt gondolom, hogy ha most az első két meccs egyikét a volán tudja hozni, akkor itt bármi lehet tényleg. De ha simán elviszi a Salzburg az első kettőt, utána azt gondolom, hogy már nem lesz mentálisan sem felállás. Bele tud-e szaladni abba az Salzburg, ugye nyilván nem ugyanaz a kávéház, de már beszéltük itt a műsorban, amiben a Debrecen... Ez az egyetlen csapat, akinek nem kell félnie senkitől, ha ellenfélt választ ebben a ligában, mert mondjuk ki, hogy a Salzburgnak van a legerősebb kerete, meg a legtöbb pénze is, tehát gyakorlatilag igen, de ugye a Debrecen szalad bele abba a kisvolán ellen, hogy nyilván egy ellenfél választást követően, magabiztos előző mérkőzések után, egyszer csak a jégen kapsz egy nagy pofont, ami az ő esetükben az első mérkőzésen még egy ilyen, lehet mondani, hogy ilyen szerencsén múló dolog volt, és nem tudsz kijönni belőle. Nyilván az Salzburg mentálisan, anyagilag, minden tekintetben nem fog összeesni attól, hogyha esetleg az első mérkőzést elveszíti, de hogy ezt a bizonytalanságot bele lehet tenni egy olyan ellenfélbe, amely tényleg a legutóbbi 8 meccsét megnyerte ellenünk, szerintem ez a nagy kérdés. És lehet, hogy valóban ez ennek a keddi mérkőzésnek a kérdése. Hát biztos, hogy küzdelmes meccsek lesznek, viszont az, hogy harcolni kellett a play-offba jutásért, és éles meccsen kellett bizonyítani, hogy ott a helye a csapatnak, ez mindenképp a mi magunkra fogja hajtani a vizet, legalábbis az első mérkőzésen biztosan, és bármelyik ellenfél ellen, úgyhogy itt szerintem az első meccsen a Salzburgnak lesz nagyobb félnivalója, és reméljük, hogy igazunk lesz, mert meg tudjuk őket lepni, hiszen még benne lesz a csapatban az a tűz, ami kellett az Asiago kiejtéséhez, hogy play-offba kerüljünk. Hát az viszont biztos, itt nézegettem mondom a statisztikákat, hogy tehát az utolsó három idénynek néztem meg az egymás elleni mérlegét, azért 20 mérkőzésből 15-ször az Salzburg győzött, és utoljára idegenben, tehát Salzburgban, ami most azért elengedhetetlen, 2019. december 15-én, ez pedig most már több mint 3 éve, nyert a volán az Salzburg ellen. Ráadásul ez egy olyan szezon volt, egyébként ott 5-2-re nyertünk, amikor mind a két salzburgi meccset megnyerte a Fehérvár, cserében mind a kétszer Fehérváron az Salzburg nyert. Tehát nem nagyon van olyan fölállás vagy konstelláció, ahol azt mondod, hogy mi jobbak vagyunk az Salzburgnál az előző években. De képzeld, Szilárd, tudod, mennyi volt 2021-ben itthon a legnagyobb győzelmünk? Csak nem a híres. 7-0. Ezzel keretezhetnék. Töntünk mi Salzburgban is 6-ot egyszerűen, az úgy emlékszem. Volt, és ők szeg még 9 gólos meccs is, de lehet, kaptuk. Tehát, a két csapat mérkőzésein néha egészen elképesztő dolgok történnek. Ebben biztos lehet bízni. Tényleg meglátjuk ezt az első mérkőzést. Gondolom, hogy azért és hát ott vagy kicsit a csapat körül, a hazai pályának a hangulatában, a szurkolókban azért bízhat a volán, mert nem elég, hogy rájátszás, nem elég, hogy hátrányból, de ráadásul a Salzburgot nagyon szeretjük is. Hát igen, egy baj van, hogy már az O'Brien nem tudja ugye a Rafült helyre tenni, mert O'Brien-től közben megváltak a klubnál, de viccet félretéve tényleg, ha sikerülne elvenni a pályaelőnyt, az nagyon nagy plusz jelenthet. És bármennyire is furcsa kimondni, bár Salzburg ellen nem, gyakorlatilag a volán nem az esélytelenek nyugalma, de teljesen nyomás nélkül készült erre a párharcra, mert tényleg egyrészt a statisztika sem mellettünk szól, az idei-idény hullámzása sem mellettünk szól, akkor miért ne lehetne most megverni a Salzburgot? De benne van szerintetek a volán játéka, most függetlenül az ellenféltől, hogyha az egész szezont amblok nézzük, egyáltalán miből kell, vagy lehet kiindulni, mert az Asiago elleni párharc azért azt mutatta, hogy mindenféle hullámzás ide vagy oda, egy sokkal jobb formában lévő ellenfél ellen, azért akár a playoff rutin, akár az, hogy a csapat talán most ért oda, hogy na most kell igazából oda tenni magunkat, ez lehet, hogy zárójelbe tett mindent, ami előtte történt. Az egész szezonban én a neurologikus pontnak a helyzet kihasználást láttam. Tehát volt olyan meccs, ahol 42-18 vagy 19 volt a kapuralövési arányszempont egy Asiago meccsen, vagy Pusztertál
Van, nem tudom, de brutális kapura lövési fölény volt, és ennek ellenére 1-4 volt oda. És hát ilyen nincs, tehát tényleg. De láttuk is azokat a meccseket többnyire, és láttuk, hogy kapuvas, a kapus éppen ellenünk fogta ki élete napját, és a többi, de ebben a volánban van erő, ebben a volánban van tartalék, és ez egy jó csapat, és azért benne kell legyen a fejekben az, hogy ez a csapat némi kivétel, tehát néhány játékos cserével, de tavaly azért nagyon megszorongatta 0-4 ellenére a döntőben ezt a Salzburgot, és nem biztos, hogy most egy ilyen kiki párharcban, ha sikerült tényleg egy meccset fogni itt az első egy-két találkozón, akkor a végén majd nem nekünk jönnek ki jól az utolsó egy percek, meg amikor nekik kell majd kapust lehozni, akkor mi ütünk majd üres kapusgólt. Tehát ez tényleg, én azt gondolom, hogy persze a Salzburg sokkal nagyobb lehetőségekkel bíró klub és csapat, de a mi csapatunk sem rossz, és a jégen face to face mind a kettőnek meg lesz a maga esélye. Így van. És onnantól kezdve, mert tényleg azon múlik, hogy majd itt fejben, hogy dől el a téma, beütjük a helyzeteket, előnyben vagyunk a végén, az ellenfélnek kell nyomni, és mi ütünk üres kapusgólt, már is megfordulhat mentálisan ez az egész, és a javunkra dőlhet. Legyen így. Habár a kapuralövések nagy számát, az is megnyugtató, hogy nem a Debrecen és nem a Mac lesz az ellenfél, mert ellenük nem szokott sikerülni 60 kapuralövésből se gólt lőni. Lehet, hogy most 10 is elég lesz. Hát meg legyen mindenki egészséges, mert azért talán az idei szezon hullámzásában az is benne van, hogy szezon eleje után nem tudtunk kiállni teljes kerettel. 2-3 sérült beteg mindig volt. És ugye most is az Asiago ellen is volt 3-4 kimaradó sérült beteg, és hát reméljük, hogy ők azért felépültek ez alatt a 2-3 nap alatt, mert mondjuk egy erősen tartalékosabb kerettel kimenni Salzburgba, az már azért nehéz falat. Hát meglátjuk, minden esetre én nagyon bízom Kevin Konstantin rutinjában is, és abban, hogy valóban ebben a volánban most csupa olyan játékos van, akinek van már playoff rutinja, azért most már zsinórban harmadszor jutott be ugye a Fehérvár a rájátszásba, válogatott hokisok, a külföldiek is, ha nem is ebben a csapatban, de megtapasztalták már ennek a ligának a legélesebb pillanatait, úgyhogy nagyon fogunk szurkolni. A végére maradt még körülbelül 3 percünk egy kicsit beszélni a kosárlabdázókról, akik pedig szintén ugye bajnoki szünet után győzelemmel folytatták. Sopronban volt egy 10 éves időszak, amikor Sopronban nem nyert az Alba egyetlen meccset sem, pedig ott az elég jó Albák is voltak ezek közt. Most egy ideje már nem így van, de én azért nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen sima 20 pontos győzelem lesz. És hát nagyon sok témában foci, kosár kapcsán is felmerült ugye az edzőváltás kérdése. Egy edzőváltásnak mindig lélektana van. Itt most úgy tűnik, hogy amióta a spanyol mester van, ugye 3-ból 3-at nyert a csapat, lehet, hogy tényleg azért, mert nem feltétlenül szakmailag lett jobb vagy más, hanem tényleg lehet, hogy itt az öltözőbeli kémia hangulat változott meg. Hozzáteszem, hogy 3 olyan mérkőzés, amit egyébként Zollnerrel is illett volna hozni, 2 biztosan. Sopronban azért soha nem volt könnyű nyerni, most sem volt, 21 néhány pont ide vagy oda, bár most igen, összességében ez egy könnyű meccs volt, de egyébként ugye voltam mostanában, amikor Sopron nyert itt, tehát kiegyenlítődött a dolog. Igen, az edzőváltás után jól hasít a csapat, és szerintem meg kell, hogy tartsa minimum ezt a 4. helyet, ha már azzal a zsinórban elszenvedett 4 zakóval a harmadik helyet, vagy a másodikat is meg lehetett volna még csípni, azt eldobta, de kell a pályaerőny a rájátszásra, ez nagyon sokat számít, én azt gondolom. Igen, csak annyi, hogy ugye volt szerencsém interjúzni az edzővel, az edzőváltás után, ugye már a spanyol edzővel, és ő azt mondta, hogy az első feladat a fejekben rendet tenni, az öltözőben rendet tenni, és újra kialakítani a kémiát. Úgy látszik, hogy ő utó haladnak. Igen, neki is azt gondolom, hogy azért a nagy vizsgafeladat és a csapatnak is egy mérce az a következő 4 mérkőzésből az utolsó 3 lesz. Most ugye szombaton a Nyíregyháza, amely gyakorlatilag meccset is alig nyert, még a szezonban lesz az ellenfél itthon, tehát ezt kötelező behúzni az Albának. Viszont utána jönnek a debreceni, majd 2 hazai meccs Szolnok és a Falko ellen. Ezek most legjobb formában lévő magyar csapatok tulajdonképpen, és hát azt gondolom, hogy Zubi Ágának is ez lesz az igazi vizsgamunkája. Ahogy Balázs említette, a 4. hely minimum azért nagyon fontos lenne a rájátszás szempontjából. Némi szerencsével és nem csak rajtunk múlik, hogy lehet abból 3., de ahhoz ezeket a meccseket igazából meg kell nyerni. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szilárdnak még egyszer őszinte részvétem, és
Külön köszönöm, hogy ilyen trauma után bejöttél beszélni egy kicsit róla. Nem kérdeztem meg, hogy akarsz-e róla beszélni, mert nem akartál volna. Egy dologra viszont csak tényleg említés szintjén, mert igazságtalanak vagyunk, nem beszélünk róluk sosem. Mávelőre röplabdázóinak gratulálunk. A férfi csapat újonc extraligásként a harmadik helyen zárta a középszakaszt. Éremesélyes csapata van Fehérvárnak, nem tudom, 30-40 év után először röplabda első osztályban. A hölgyek is küzdködnek, ők nem annyira jók, de tényleg egy gratulációt. Egy erősebb mezőny, mert egyébként igen, valóban, és hát az, annyit elmondom, hogy Pecsovács Pétert, aki a MÁV sajtó főnöke, már többször próbáltam hívni az adásban, még eddig nem sikerült egyeztetni vele, de ha egyszer bejön, akkor ígérem, hogy a MÁV előréről is részletesen fogunk beszélgetni, ráadásul ő is azért sok mindenre másra is rálátással bír. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor meglátjuk, hogy a jövő héten milyen hangulatban beszélgetünk, mondjuk egy Holland-Salzburg párharc alakulásának a tekintetében. Viszontlátásra! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.